A gyorsasági autósport hazai szentélyében, a Hungaroringen kezdték az évadot a bajnokság résztvevői. Induláskor, tehát az elmúlt esztendőben is a legnépesebb kategóriának számított a Shelby Power Racing Renault Clio Kupa, és az idén sem veszített semmit sem a fényéből ez a márka bajnokság. A bajnok és a bajnoki címért sóvárgók sokasága. De vajon képes lesz-e valaki felülmúlni Weber Gábort? Ma reggel nem mondom, hogy nem volt egy kis gyomoridegem, azért fél év kihagyás után bármennyire ez a tavalyi szezon simának tűnt. Azért amikor araszoltam errefele a dugóban, hát bizony úgy voltam, mint az első verseny előtt. Most, hogy azért vége az edzésnek, meg igazából amikor beülök az autóba, akkor azért elmúlik ez a szokatlan, vagy egy kicsit furcsa érzés, és onnantól tényleg az autó és én vagyok. Az elmúlt évben Gál Szabolcs került a legközelebb Weberhez, aki viszont az első futam előtt váltó gondokkal bajlódott. Nem így terveztem, kicsit elkeseredett vagyok. Az autó az tényleg nagyon jól fordul, nagyon jó, minden meg vagyok elégedve, csak ez a váltó, ez teljesen széthullott a 2-es-3-as szinkrongyűrűm. Él István a tavalyi harmadik helyezett az időmérőn szembe találta magát a korláttal. Tavaly évvégén utolsó futamon 28. helyről fel tudtam jönni a 7. helyre, most 19. helyről indulok. Hát igyekszem, hát minél feljebb kell, hogy érjek, aztán hát majd meglátjuk. Az edzésidők alapján Webert kevesebb, mint egy másodperccel Jánosi Sándor és Bárkovics Zoltán követte. Nem sikerült egyik edzésre se eljöjjek, és hát azt terveztük be pedig a szezonra, hogy most aztán sok edzéssel kigyakoroljuk. Nem tudtam sajnos eljönni, külföldön dolgozom, de a tegnapi szabad edzésen itt voltam, és nagyon jól éreztem magam már tegnap is. A váltom az nagyon rossz, körönként 4 sebességfokozat kidobás, illetve nem veszi be, teljesen degradált engemet ez menet közben, nem is tudtam azt a tempót autózni, amit szerettem volna. És csodálkozom egyáltalán az időn is, meg a helyezésen is. Besenyei Zoltán tavaly Weber mögött második volt a médiakupában. Úgy érzem, hogy ezután az időmérő edzés után a helyem az ugyanaz, ami tavaly volt, már a rajthelyem. Szeretném a dobogón is ott lenni, vagy legalább a hatba ott lenni, ahogy tavaly is már több alkalommal az évvégén sikerült, de még nem merek megesküdni ilyen dolgokra, mert nagyon, nagyon utolsó pillanatban lettünk készen. 30-an a rajtra várva. 31 forma autó, 30 többé-kevésbé harcedzett pilótával. A rajt, amely akár a végső sorrendet is eldöntheti. És az első kanyar, amiről sok versenyző úgy vélekedik, túl kell élni. Nos, Kocka György eddig sem jutott, mert nem sokkal a rajt után neki csapódott a korlátnak. A bajnok a pole pozícióból indult, s bár kissé elrontotta a rajtot, elsőként érkezett a kritikus fordulóhoz, és mondhatni, tisztán vette be az első kanyar kombinációt. Mögötte annál nagyobb volt a tülekedés, nem csak a Menzel kanyarban, hanem a sikánban, és gyakorlatilag végig az első körben tolták, taszigálták egymást a pilóták. Weber mögött Bárkovics, Jánosi, Zollner, Gál és Mikl autózott. Amíg az üldözőboly egymással volt elfoglalva, Weber a tőle megszokott tempóban falta a kilométereket, ezért nem csoda, hogy már az első kör befejeztével métereket vert a többiekre. Egyik riválisa, egyben kollégája Zollner Gyula azt mondta, számára a Shelby Power Racing Clio kupában Weber olyan, mint a Formula 1-ben Schumacher, mindkettőjüket gondolkodás nélkül beírja az első helyre. Gyakorlatilag 3 kör után nyilvánvalóvá vált, hogy a bajnokot senki sem tudja utolérni, a második-harmadik helyért viszont annál nagyobb küzdelem alakult ki. 3 pilótának, Bárkovicsnak, Jánosinak és Zollnernek volt szansa a második pozícióra. Volt, aki az ellenfelekkel küzdött, és akadtak olyanok is, akik az autóval és azzal, hogy pályán maradjanak. Az újoncok egyike, Paul House például bemutatott egy szerencsés pörgést, noha senki sem zavarta a Menzel kanyarban. Mindeközben érdemes volt figyelni a 9. helyről rajtolt Herzog Pétert, aki egyre feljebb kapaszkodott, és miután áthámozta magát Soltin, a táv felénél már az 5. helyen autózott. A dobogóért zajló párharcot Zollner nyerte, aki a sikán után megtalálta azt a rést, ami elegendőnek bizonyult arra, hogy biztonsággal megelőzze Jánosit, akinek ettől kezdve arra kellett figyelnie, hogy a lendületbe jött Herzogtól megvédje legalább a 4. helyet. A közvetlen élboly mögötti csoport sem kímélte magát, Gál, Mikl, Besenyei gyűrte egymást a minél jobb helyezés reményében, miközben Vladár szép csendben felzárkozott a váltó problémával küszködő Gál mögé 8. A Shelby Power Racing Renault Clio Kupa idényitóját nagy fölénnyel 12 másodperccel Weber nyerte, megelőzve Bárkovicsot és Zollnert. Jánosi megőrizte a 4., Herzog az 5., Solti pedig a 6. helyet. A legutolsó körben 2-szer is hibáztam, valahogy már elkezdtem kiengedni fejbe, ezek a legbutább hibák, de
De valamiért nem tudom, elkezdtem közben inni már, minden másra foglalkoztam, és úgy látszik, hogy mégiscsak ez a fél év kihagyás, ezért látszik, hogy a koncentrációm egy picit elment. Úgyhogy volt két elfékezés, nem nagy, de lecsúsztam az évről, hogy az utolsó kört azt megint csak nem sorolnám oda, amit vissza kéne játszani. A közepe az tényleg jó volt, azon nem volt gond. Nagyon fölmelegedett a levegő reggelhez képest, és ugyan változtattam a guminyomáson, de egyszerűen kenődött a gumi. Nem tudom a többieknek milyen volt a pálya, de nem tudtam már azt kiautózni, amit igazából az autó tud, hogyha ideálisak a körülmények. A második kör környéken, amikor még rajta voltam nagyon, a Mansellben csináltam egy kis hibát. A túl közelment a rázókhöz, és kirántott jobbra kisíján elrepültem. És akkor leszakadt rólam, és attól kezdve már nem tudtam befogni, de igazából nem is lett volna esélyem valószínű, mert a váltom egyfolytán kidobálta a sebességet, nem vette be, tehát ez szerintem különként egy másodpercet biztos, hogy jelentett. Most mit mondasz, beérhető egy jó váltóval Weber Gábor? Nagyon-nagyon nehezen, de igen. Még nagyon jó gumikkal, nagyon jó váltóval, jó felkészített autóval, jó felkészülve esetleg. Tavaly egy problémám volt, és ezt sokszor elmondtam a tavalyi évben, hogy a száraz időben a ringen azt kell megtanulnom, mert az nem ment. Tehát hegyen ment, esőben ment a ring, de szárazon sose tudtam jó eredményt elérni, úgyhogy már tulajdonképpen a negyedik hely az időmérőedzésen a számomra már egy óriási siker volt. De ez még nem volt nekem elég ahhoz, hogy én azt tudjam, hogy tudok majd menni az elejével, mert azért mögöttem volt egy Gál Szabolcs, egy Solti Attila, és azért ők tavaly végelőttem voltak, előttem a János és Sanyi, szóval nem gondoltam volna, hogy velük tudok menni, illetve persze szerettem volna, de hát ebben még nincs rutinom. Számomra is nagy meglepetés volt, hogy tudtam velük tartani a lépést. Nem sikerült, nem vagyok teljes mértékben elégedett a mai szerepléssel. Habár a délelőttével igen, mert a második edzése nagyon jó volt, de igazából a Bárkovics Zolinak nagyon jól sikerült a rajtja. Bejött még elém is a célegyenesbe, és akkor az első kanyarba egymás mellett voltunk, kicsit próbálkoztunk egymással, de végül is elment, gyorsabb volt. És hát utána tudtam tartani magam egy jó ideig. A probléma az az volt, hogy a váltom az kezdett teljesen szétesni, és már az edzés második felére is sem igazán működött. 2-3-as, 4-es szinkron nélkül próbáltam végigküzdeni a versenyt. Nagyon jól éreztem most magam. Az eddigi kilós pályafutásom legjobb eredményét értem most el. Nagyon szeretem a Hungaroringet, és most valahogy csillagok úgy álltak, hogy sikerült. Csak a csillagok? Edzés nem kellett ehhez? De edzés is kellett, illetve hát én annak tudom be, hogy elég sokat motorozok mostanában itt a Hungaroringen, és valószínűleg a motorral nagyon precízen és pontosan kell menni, mert különben elesik az ember. Lehet, hogy ezt tudtam átültetni a Clio-ba. Hát előrébb szerettem volna végezni. Sajnos ott az elején nagyon sok körig tartott a kakaskodás, úgyhogy lemaradtunk az élbolytól. Utána nem tudtunk visszamenni, a futóműs egy kicsit elment, úgyhogy jobbra már nem folyt olyan jól az autóm. Mikül Petivel összeakadtam, de úgy egyébként tetszett, tehát jó kis verseny volt. Herzog Petivel mentünk ott együtt, ő tavaly nem is láttam szerintem sose. Most meg egyszer csak ott volt, és nagyon jó fordult az autója, irigykedtem is egy kicsit, és meg is előzött. A Márka bajnokság újoncai közül az egyik legjobb eredményt a gokartos múlttal rendelkező Balogh Zsolt ért el. A nagyszerű élmény, egyfelől nagyon-nagyon örülök, jó érzés volt, másfelől egy kicsit csalódott vagyok, én gokárdozom. Itt azért egy kicsit keményebbek, durvábbak, tehát védi az embert a kaszni. Én vagyok ehhez hozzászokva, háromszor kaptam legalább oldalról, hátulról, úgyhogy óvatosabban kellett, hiszen itt azért az autóra vigyázni kell. Másnapi időmérő sem hozott nagy változást. Weber közel fél másodperccel javult, és a legnagyobb problémát az jelentette a futam előtt, hogy hová tűnt a csutorája. Gábor, mit keresel? A csutorhámat keresem, ami a... Ugye megmutatom nektek. Az ivókámnak a vége leesette a futam közben, és ilyenkor folyik a víz az ölembe, úgyhogy eláztattam magam verseny alatt. Úgyhogy meg kéne találjam, hogy hova esett, mert már verseny végén nem volt kedvem ezt keresgélni. Kész a váltó! Gál Kliójába sikerült erre a napra kicserélni a váltót. Gyönyörűen veszi a fokozatokat, csak járatos még, mint egy szűzlány, úgyhogy még azért fogok menni itt a parkolóba vagy az autópályán, hiszen vadonatúj a váltó, és még szerintem a gyári sorják rajta vannak a fogaskerekeken, úgyhogy azokat még le kell járatnom. A hazai média új, olasz származású fene gyereke még csak ismerkedik a versenyzéssel. Kicsit izzadok egy kicsit többet, mert a közönség más. De azért nagyon-nagyon élvezem, szóval ez kezd egy új dolog, egy új szerelem. Én nem vagyok azért, kicsit félelmem mindig van, tudom, mindig vár otthon valami lány, és a többi, és akkor itt, de valahogy haza kell jussak.
A tévés rádiós újságíró Világi Péter tavaly már belekóstolt a versenyzésbe. Péter, de morcos vagy. Nem véletlenül, mert 2 másodpercen mentem rosszabbat, mint tegnap. Úgyhogy még más gumival mentem, a kopott gumimat sajnos az elfogyott, és amivel jó lett volna menni, úgyhogy fel kellett rakni egy új gumit. A megfelelő guminyomáson egy-egy körben 10/100 másodpercek múlnak. Hátul 2.50 túlmelegedett az eleje, és ezt éreztem. Sok volt az elejében. Ugye én akkor szeretem, hogyha körbe 2.7 a melegnyomásom. Hát itt most 2.7 elől 2.85, és éreztem is, hogy tolta az elejét. Ha valaki, hát a Zengő Motorsport főszerelője Monori Gyula nem tehet a gyengébb vagy épp a kiugró teljesítményekről. Mindenki a Schumacher idejét szeretné megdönteni, aki jelen pillanatban ebben a mezőnyben Weber Gábornak hívnak. Igyekezni akar mindenki, mindenki próbálja utolérni, és természetesen ez a legnagyobb cél. A Shell V-Power Racing Clio Kupa második futama előtt, ha valaki, hát Gál fente a fogát Weberre. Tavaly Weber 10 győzelmet aratott, Gál pedig 9-szer volt második. Ez a rajt is ütközéssel kezdődött. Szabolcs Róbert kibillentette az egyensúlyából Birizdó Mónika, az egyszem hölgy autóját, aki nekivágodott a korlátnak, de folytatni tudta. Az élen pedig, mondani sem kell, Webert leszámítva ismét elindult az adok-kapok. Gál kimaradt ebből, viszont Bárkovics, Zollner és Jánosi mintha már az első körben el akarta volna dönteni a helyezések sorsát. Volt, hogy szűknek bizonyult a Hungaroring aszfalt csíkja, de valahogy egyik fiú sem akart engedni az igazából. Ezt az ütközetet Bárkovics nyerte, majd Zollner következett a negyedik helyen, Jánosi viszont lecsúszott a 6. helyre. Úgy tűnt, Besenyei magára talált, hisz nem csak az időmérő edzésen tudott egy jót futni, hanem a versenyen is bebiztosította magának az 5.-6. hely valamelyikét. Az előző nap balszerencsésen versenyző Él István is ott toborgott az élbolyban, és vélhetően meg is tartotta volna a helyét, csak hogy a 3. körben megütötte az egyik felnéjét, és így ki kellett mennie kerékcserére a box utcába. Még rosszabbul járt Solti, aki előbb Kővárival, majd a korláttal csattant, és így be is kellett fejeznie a versenyt. A 4. kör végén Weber kellő távolságban tartotta a többieket, Gál iparkodott a 2. helyen, majd Bárkovics következett, akit Zollner szemelt ki magának, hisz kacsingatott a 3. helyre. Jánosit Besenyei követte a 6. helyen, majd Mikl, Baratna, Herzog és Vladár volt a sorrend. Hogy ez némiképp átrendeződött, annak 2 technikai hiba volt az oka. Előbb Besenyei állt félre a célegyenes végén, mivel szétrobbant a vadonatúj kuplunk, majd 2 körrel később Gál is félre gurult, mert nem reagált a gázpedálra a motor. Ezt követően kialakult a végső sorrend, vagyis a hátralévő 6 körben mindenki megőrizte a helyét az élen. Weber ezúttal még nagyobb fölénnyel nyert, a 2. hely ezúttal is Bárkovicsnak jutott, és a változatosság kedvéért a 2. futamban is Zollner fejezte be a 3. helyen a Shell V-Power Racing Renault Clio kupát. Mintha lekopírozták volna az előző napot, Jánosi lett a 4., Herzog pedig az 5. A tavaly még Opellel versenyző Mikl Péter a 10. helyről rajtolva feljött a 6. A tavalyi bajnoki cím és a mostani 2 győzelem után tartasz még valakitől? Hogy ne tartanék, hát 2 győzelem van, még 11 futam hátra, és a Bárkovics Zoli tegnap is meg ma is 2. lett, tehát azt a jó számom 4 pont az előnyöm, én elég egyszer kiesnem, és onnantól kezdve ő vezet a bajnokságba, a Zollner Gyuszi 2-szer volt 3., úgyhogy még abszolút nincs ez a bajnokság lefutva. Ráadásul, hogy elnéztem az időket, az időmérő mindig gyorsabb vagyok náluk, nagyobb mértékben, mint a verseny, tehát valószínűleg ők nem tudják magukat annyira fejben összeszedni az edzésre. A verseny most az Zoli azt hiszem csak 1/10 vagy 2/10 ment lassabbat, mint én a leggyorsabb körében. Óriási adokapok volt. Az első kanyarban igazából rajt után én befordultam volna a Weber Gabi és a Gászavi mellé, mert mind a ketten kisodrultak egy picit, csak hátulról János Annyi meglökött, ezért kirepültem, jött a Gyula, ott több kanyart is 2-3 mentünk együtt, a Menszelt 3-an például, ott majdnem elrepültem, utána Jobosba 2-en, utána a Sikárnál 2-en megelőztek, aztán kitolták egymást, életben ő 3., és a Szabi meg a Gabi úgy elment akkor, hogy már alig láttam őket, a Szabi tudtam érni, akkor le is állt a motorja a végén, én utolértem, de Gabi már messze volt meg. Ez a mai futam ez iszonyatosan kemény volt, szóval azt hiszem ez a Márka kupa itt most megvolt a sava bors ennek a játéknak. Én ilyen kemény rajtot már régen éltem át, tehát a János és Sanyi azt mindig tudtam, hogy nagyon kemény fiú, de ezt most is bizonyította, úgyhogy balról, jobbról, alulról, fölülről, mindenhol alul néztem, a János és Sanyit láttam magam körül, percenként jött valahonnan. Úgy érkeztünk meg a Menszel kanyarba, hogy 3-an voltunk egymás mellett, és én ott elkezdtem gondolkozni, hogy hát nem tudom, ha jól számolok, itt nem létezik, hogy 3 autó elfér. Bal oldalon a Bárkovics Zoli, jobb oldalon a János és Sanyi, senki nem lép a fékre, jön a kanyar és még mindig nem lépnek a fékre, akkor úgy döntöttem, na jó, oké, leszek az első. Úgy látszik erre a hétvégén, erre ez a 4. helyet így sikerült kibérelnem.
jobb lett volna a dobogon végezni, de hát így jött össze. Verseny közben voltam jobb pozícióban is, meg rosszabban is, úgyhogy végül is igazából összességében nem lehet vele panaszol menni, én nem tudtam most gyorsabban menni. Az elején nagyon nagy verekedés volt az első pár körbe, de hát végül is utána ez széthúzódott a mezőny, és onnantól kezdve viszont egy meglehetősen unalmas futamunk volt, legalábbis nekem belülről. Az a különbség, hogy tegnap nagyon örültem az ötödik helynek, ma nagyon dühös vagyok. Saját magamra elrontottam sajnos az első körben három helyem a vezetést, és ez végigkísért az egész versenyem. Belekeveredtem egy ilyen kis csetepatéba, és nagyon hátraestem, sajnos vissza kellett előzgetnem mindenkit. Csak én vagyok a hibás benne, de hát sajnos nem sikerült. Kellenek ezek a csetepaték, különben olyan unalmas lenne, nem? Persze, ne, hát a maga a csetepaté az nagyon tetszik, tehát kifejezetten nagy élmény, de az a probléma, hogy annyira egyformák az autók, és annyira figyelni kell, annyira precízen kell menni, ha valaki egy egész picit hibázik, azt majdnem lehetetlen visszahozni. Ez az első verseny, első évem, szerintem ez egy nagyon jó eredmény ahhoz képest, hogy a többiek egy év előnyben vannak velem szemben. Kettőt nem lehet összehasonlítani az Astrát, én Astráztam. Teljes mértékben más a futóműve, a féke, a reakciói agresszív, finom mozdulatokra át kell szokni egy más ívre, egy más tempóra, gyorsabb kigyorsításoknál, szóval egy más dimenzió. A német gokart bajnokságban versenyző Birisdó Mónika a rajt utáni ütközést követően a 20. helyen végzett. Keresztbe fordultam, neki csapottam a falnak is, és így az első futómű eléggé elment. Aztán a jobbos kanyarokba éreztem ezt inkább kigyorsításoknál, hogy nagyon elment az eleje, de jó időket mentem, jó sokat előztem, tehát az ennek is megvolt az előnye, mert végül is azért indultam el, hogy gyakoroljak, és sokat előztem, az jó volt gyakorlásra. A 11. évét kezdte el az elsőként életre hívott márkabajnokság. A Mobil 1 Opel Astra kupában is megteltek a rajtrácsok. Némi meglepetésre a GB Motorsport tartalék autójával Bíró autózott a leggyorsabban az időmérőn, ám ezt a ragyogó pozíciót már a célegyenes utáni kanyarban elveszítette, amikor Aschenbrenner kibújt mögüle, mitöbb az első kör végén az 5. helyről rajtoló Farkas is előre nyomult a másodikra. Aschenbrenner, aki tavaly 2 futamgyőzelmet aratott, fokozatosan növelte az előnyét, így 4 kör után már 10 másodperccel vezetett. Farkas, akinek tavaly nem volt kiugró teljesítménye, a fejébe vette, hogy ragaszkodik a második helyhez, aminek nem nagyon örült sem a mögötte autózó Borbé, sem Grugola. Farkas némiképp hozzásegítették ahhoz, hogy visszaessen a 8. helyre, így ettől kezdve már Borbé és Grugola csatázott a második helyért. Illetve, akivel senki sem számolt, az a 8. rajtkockából startolt, mindössze 15 esztendős Bakos Bence, aki egyszer csak jelentkezett a második helyért, sőt, meg is kaparintotta azt. Egészen a hajráig tartotta is a pozícióját, amikor ütközött Szamosvárival, minek következtében mindketten feladták a versenyt. A futamot 5 másodperces előnnyel Aschenbrenner nyerte, megelőzve Borbét, aki szívós munkával visszaküzdötte magát a második helyre, míg mögötte Grigoleket intette le a kockázászló. Bíró 4. zárt, Farkas lett az 5., a részletekre is adó Sós Szilvia pedig 6. fejezte be a Mobil 1 Opel Astra Kupa szezonnyitóját. Hát jó rajtot fogtam, így sikerült az első kanyarban az első pozíciót felvennem, és így egyedül szinte, hogy föl tudtam menni a saját tempomat, és mögöttem harc volt, és így előnyt tudtam szerezni. Hát apukámnak a célja az, hogy bajnok legyek, úgyhogy most kitűztük a bajnoki címet. Hát úgy éreztem, hogy a második helyez megérdemelt, voltak előttem lassabbak, föltartottak. Szerencsétlenül jött ki egy-két kanyarív, visszaestem, de utána sikerült visszakapaszkodni. A végén nagyon gyenge volt az autó már, nem fordult úgy, ahogy elején fordult, minden melegedett, nagyon meleg volt. És hát, hogyha így értékezteted, az ember meg lehetett látni, hogy mi a végeredmény, azonnal bebújtak és már lögdöstek is a pályán. Nagyon komoly küzdelem volt, volt benne egy-két versenybaleset, ugye, amit a nagyoktól ismerünk, hogy mit jelent. Én vegyes érzelmekkel fejeztem. Nagyon örülök, hogy a 6. helyről sikerült a 3., de úgy gondolom, hogy sokkal több volt benne, csak az igazán sportársak ellenének a pályán. Azt néztem, hogy a tükörbe ki hol jön, és rövidre vettem a féktávot, túlcsúsztam, úgyhogy 4 meg is előztek mindjárt az elején. Aztán elkezdtem idegeskedni és kapkodni, úgyhogy visszajutottam 6. helyre. De a versenyt élveztem, tehát nekem ez egy nagyon, nagyon tetszett. Megéreztem, hogy hogyan kell küzdeni, tehát többiektől sokat tanultam most.
Nagyon izgalmas volt a verseny végig, voltam 8. helyen, azt hiszem annál hátrébb nem. Azt láttam, hogy egyik csapattársam sajnos kiesett, úgyhogy így jöttem föl én is. Másnap megtréfálta az időjárás a versenyzőket. A reggeli esőzés után ugyan felszáradta a Hungaroring aszfaltja, de aztán a felvezető kört már csepergő esőben tette meg a mezőny, hogy aztán rázendítsen. Szakadó esőben rajtolt a második futam. Talán Bíró ma akarta kiköszörülni a csorbát, mert az első kanyarban az első helyen fordult, mögötte pedig ott tolakodtak azok, akik egy nappal korábban is az élbolyhoz tartoztak. Asenbrenner és Grigalek természetesen ehhez az illusztris társasághoz tartozott, míg Szamosvári mellett Pantl, Vég és Vida csatlakozott a legjobbak közé. A harmadik körben aztán megfogyatkozott a mezőny, mivel az élen autózó Bíró a célegyenes végén belecsapódott a gumifalba. Enyhe fék, semmi, enyhe gáz, semmi, enyhe kormány, semmi, és láttam ilyen 100 000 múlva, 150-nel, frontálisan szivaspár lesz. Úgyhogy szerintem felfutott a vízre, nem örültem neki, nem így képzeltem el. Az első helyet annak rendje és módja szerint Asi vette át, és mondhatni, nagyon jól érezte magát a vezető pozícióban. Elég volt azonban egy apró hiba, egy kicsúszás, Szamosvári már is jelentkezett az első helyért. A vizes pályán bőven akadt kicsúszás pörgés, mert hiába bántak a pilóták a gázpedállal úgy, mint a hímes tojással, nehéz volt megtalálni, hol a határ. A negyedik körben Szamosvári mögé felzárkozott a csapattárs Vég, akit Aschenbrenner követett a harmadik, Vida a negyedik, Grigalek az ötödik, az újonc Walter pedig a hatodik helyen. Bár Szamosvári, Aschenbrenner és Grigalek is elhagyta a pályát, visszatudtak úgy jönni, hogy ez nem veszélyeztette a pozíciójukat. Nem úgy, mint Farkasnak és Borbénak, akik egy-egy megpörgést bemutatva több helyet is visszacsúsztak. A nyolcadik körben aztán a magabiztosan vezető Szamosvári eltalálta a korlátot és kiesett. Aschenbrenner átvette a vezetést és dupla győzelemmel zárta az év első verseny hétvégéjét. Vég pályafutása a legjobb eredményét érte el a második helyel, a plasztikai sebészetben jeleskedő dr. Grigalek harmadik lett, Vida szerezte meg a negyedik helyezést, Walter egy nem várt ötödik helyel gazdagodott, a hajrában Sóst megelőző Pantl pedig a hatodik helyen zárta a versenyt. Figyeltem, mert párszor elhagytam a pályát, és féltem, hogy nehogy véletlenül büntetést kapjak, de végülis ez kicsúszás miatt történt, úgyhogy biztos nem. Úgyhogy figyeltem azért, hogy legyen távolság, hogy biztos meg legyen győzelem. Ez igaz, természetesen száraz gumi volt az autó, hiszen amikor a felvezetőkör elkezdődött, még sütött a nap, úgyhogy a rajt pillanatában szakadt le az eső, úgyhogy száraz gumival kezdtünk, de az én mostani száraz gumiaim elég magas profilúak voltak, úgyhogy lehet, hogy ez is segített. Ugyan egy nem túl jól sikerült időmérő után egy nagyon-nagyon jó rajtot fogtam, ami azt jelentette, hogy már az első autót utolértem a célegyenes végén. Én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy két teljes piruettem volt, az egyik a füvön, a másik álló autóval, újraindítással, ahhoz képest a harmadik hely egy nagyon-nagyon jó eredmény.